Más lett a hozzáállásom a denevérekhez. Szerintem nem fogok többet párnát tenni a fejemre, hanem megpróbálok rájuk vigyázni, úgyhogy ezt most megígérem. Elkapják a szúnyogot is, és amúgy tényleg nagyon aranyosak, viszont most egy teljesen másik témáról lesz nyilván szó, de azért figyeljük a denevérekre. Nem indul lemezbemutató turnéra a Coldplay, ugye az a nagyon híres brit együttes, mert nagyon aggasztónak tartják a koncertjei környezeti terhét, és itthon is már amúgy számos zenekar és koncerthelyszín is beállt a fenntarthatósági kezdeményezések mögé. Erről fogunk bővebben Domján Júlival beszélgetni. Szia, Júli! Sziasztok! Szerinted a Coldplay milyen koncertet adhatna itt az A38-on? Mennyire környezettudatos koncerthelyszín vagytok ti ebből a szempontból? 100%-ban még nem vagyunk azok, de hogyha be kéne lőnöm egy számot, akkor azt mondanám már, hogy az átlagtól egyelőre egy ilyen 40%-kal vagyunk környezetbarátabbak. De eleve nehéz műfaj ez a koncertezés környezetvédelmi nagyon szempontból. De azért, mert az ember, hogy egy picit elengedje magát, és hogyha még otthon rendesen gyűjti a szelektívet, elektromos autóval jár, nem tudom, akkor is ez az az alkalom, amikor ki akar rúgni egy kicsit a hámból. De itt a hajón is azért már elindult az átalakulás. Mit lehet tenni, hogy tényleg ez a fenntartható fejlődés irányába menjen? Mi olyan lépéseket vezetünk be a hajón, mint például ledesízókkal világítjuk meg a koncertjeinket, emellett az egyszer használatos műanyag termékeinkről mondtunk le, és helyette PLA termékekkel működünk a hajón. A szívószállat is ugyanígy tettünk, illetve már nincsenek műanyagzacskóink, ezt például újrahasznosított papírtáskára cseréltük le, és szelektíven gyűjtjük az üveg és a papír hulladékunkat is. De jó. Most a Bence egy kicsit ilyen vendég oldalról közelítette meg. Azt hittem, hogy azt mondod, hogy hoztam neked egy levest, és abban már ez az újra hasznosítottban volt, de mindegy. Nem téged akarlak fényezni. Ja, én megteszem, nem az a beszélgetés magam kivételese. Szóval vendég szempontból közelítette meg, de most picit menjünk a zenekarok oldalára, itt ide a backstage-be, ugye, hogy nekik milyen különleges kéréseik vannak. Van olyan zenekar, aki már eleve úgy jön ide, hogy azt mondja, hogy nem kér ide sem egyszer használatos műanyagot, tehát hogy még azelőtt, hogy tudná, hogy hova jön, azelőtt ilyen kérései lennének. Egyelőre ilyennel még nem találkoztunk. Ami már a hajó élete során megtörtént, az az, hogy olyan zenekarok, mint például a Crystal Fighters, ők nagyon közel állnak a természethez, mint a magánéletükben, és ezért nem fogyasztanak húst, úgyhogy emiatt kiszolgálásban olyan menüt kértek, amiben vega vagy vegán ételeket tartalmaztak. Na ez a vegán étel, ez egy érdekes, mert csak így röviden kapcsolódva, pont most volt a napokban egy ilyen beszélgetésünk, hogy húsmentes hamburgerről szólt a dolog, és akkor azért az szóba került, hogy igen, de valójában azt az igényt kéne elérni, hogy ha tényleg az van, hogy nem eszünk húst, akkor ne a hamburger próbáljuk már imitálni. A Forma 1-nél is ez, hogy mekkora az a környezetterhe, és most kisebb a motor, környezettudatosabb, stb. De az jó, akkor jó, is csak rövid kitekintés volt. Ne, ez volt a rövid kitekintés, de a buli műfaja, most az, hogy a Coldplay, ami tényleg egy hatalmas zenekar, most ennek hírverése van, de ez egy olyan műfaj, amit lehet olyan környezettudatossá tenni, a bulit, a turnézás most létezik, hogy nem mennek ők több világ körüli turnéra, vagy a Rolling Stones, vagy akármi, most óriási nagy együtteseket emlékezhetnek? Nem azt látom megoldásnak, hogy emiatt nem menjenek turnéra, inkább azt látom megoldásnak, mint például a Massive-etek is elkezdett egy kezdeményezést egy brit kutatóintézettel, hogy milyen megoldásokat tudnának találni a koncertjeik során, amivel nem károsítják a környezetet. Itt egyébként az energiára kell a legjobban fókuszálni véleményem szerint, illetve a hulladékkezelésre, ami ugye keletkezik egy koncert során. Vendégek oldaláról kaptok amúgy visszajelzéseket? Kapunk, igen, és nagyon-nagyon hálásak vagyunk érte, mert támogatnak minket ezerrel, és talán ez abban látszik meg a legjobban, hogy ugye betiltottuk az egyszerhasználatos műanyag szívószálunkat, ellenben kaptak egy olyan alternatívát a vendégeink, hogyha szeretnének, akkor PLA anyagú szívószálat viszont kérhetnek, és ezt már kicsivel több mint egy éve vezettük be, és ennek köszönhetően majdnem, hogy nullára csökkent a szívószál kiadásunk, úgyhogy ez fantasztikus. Mi a következő nagy projekt? Köszönöm, most másfél éve. Nem, hát ugye másfél éve csináld ezt a munkát itt az A38 hajón, most sokat beszélt arról, hogy mit értél el, mi a következő nagy állomás? A hajón belül, igaz? Igen. Hát most nem akarok itt nagy titkokat elárulni, de amiről már beszéltek, és nagy lépés is szeretném meglépni, és már folynak a tárgyalások, az, hogy bevezessük, hogy az egyszer használatos műanyag poharakat kitiltsuk a hajóról. Hajrá! Szerintem akkor ez is menni fog. Remélem, hogy sikerülni fog. Köszönöm szépen, hogy itt voltál.